Néhány nappal ezelőtt lelkes környezetvédők hívták fel a figyelmemet arra, hogy a mögöttem látható Papkeszi településen, keresztül folyó sétpatak partján hatalmas mennyiségben találtak elpusztult haltetemeket, és ami még szörnyűbb, hogy szinte teljesen elsötétült, befeketedett a pataknak a vize. Én azért jöttem most el a településre, hogy megpróbáljak beszélni a helyiekkel, és természetesen megpróbáljak egyeztetni a település polgármesterével, hogy együtt próbáljunk meg válaszokat találni erre a környezetszennyezésre. Nagyjából egy 3 kilométerre vagyunk Papkeszi településétől. Itt a mögöttem látható víz az a sétpatak. És megpróbáltuk itt a helyszínen megnézni azt, hogy mekkora mértékű környezetszennyezés, mekkora mértékű természetkárosítás keletkezett itt az elmúlt napokban. Hát ahogy szemügyre vettük itt a patakot, az látszik, hogy az a fajta szennyezés, amelyet a hétvégén a internetes hírportálokon látni lehetett, az már most levonult, jócskán tisztult a pataknak a vize. Időközben visszajöttünk Papkeszire, újra itt állok a sétpataknak a partjánál, és nagy szerencsémre sikerült beszélgetnem polgármester úrral, és többféle okot vázolt ő is, ami ezt a nagyarányú halpusztulást eredményezte az elmúlt napokban. Az egyik elképzelhető ok az, hogy valamelyik környező településről, akár Balatonfűzfőről, az ott lévő gyárakból olyan vegyi anyagok, olyan mérgező anyagok kerültek be a patakba, amely több száz kiló halnak a pusztulását okozta. De az is egy elképzelhető ok lehet, hogy a sétpatak partját kotorják, és az elvégzett munkálatok alkalmával olyan nagy mennyiségű iszap került be a vízhozamba, amellyel a víznek az oxigén tartalma jelentősen csökkent, ami miatt tömegesen pusztultak el halak. Amennyiben valamelyik üzemnek vagy környékbeli gyárnak a szennyezése, mérgezése történt itt a patakban, az a célunk, hogy felhívjuk a hatóságok figyelmét, hogy találják meg az elkövetőket, találják meg a bűnösöket, és természetesen méltó és elrettentő büntetést kapjanak azért, hogy az elkövetkezendő időkben nem csak itt a sétpatak partján, hanem bármely magyarországi természetes víznek a partján nem mondhassuk azt el, hogy a nagy profit érdekében ezek az üzemek és ezek a gyárak leszennyezik Magyarországot és a Kárpát-medencét. Amennyiben pedig a patak partján végzett kotrási munkálatok okozták ezt a környezetszennyezést, én azt gondolom, akkor is kötelességünk és kötelességük a hatóságoknak megtalálni a felelősöket, hiszen ebben az esetben sajnos akkor egyértelmű emberi hozzá nem értés és mulasztás okozta itt ezt a tragédiát.